Azon tűnődtem, hogy mi legyen a címe ennek a videónak, ennek az élő közvetítésnek. Itt a Szabad Gondolat YouTube csatornáján, a régi csatornán. És választanom kellett az aktuális cím, a képernyőn látható aktuális cím, és egy másik cím között. Az aktuális cím, mint a mellékelt ábra is mutatja, az, hogy ez a meghökkentő kijelentés, hogy a valóságban még a természet sem természetes. Emellett döntöttem, de volt egy olyan opció is, hogy a természet vagy Isten országa. Úgy gondolom, hogy mind a két opció meghökkentő, megbotránkoztató. Az is, hogy a valóságban még a természet sem természetes, és az is, hogy a természet vagy Isten országa. Egy kedves barátommal beszéltem mai nap folyamán telefonon, és a beszélgetés egy olyan síkra terelődött, ahol ki kellett mondani, fontos volt kimondani, kijelenteni, hogy még az sem igaz, amit a természet mutat számunkra, még az sem a teljes valóság. Nyilván a természet, amit látunk, ugye a sértetlen természet, a háborítatlan természet közelebb áll Istennek a valóságához, Isten országához, az ő elképzeléséhez, mint az a művilág, az a művalóság, amelyet mi emberek létrehoztunk a világ urának, a hazugság urának engedelmeskedve. Tehát a természet mindenképp közelebb áll Isten országához, mint az elbukott ember, a szabad akarattal rendelkező, de ugyanakkor lázadásban élő ember. Viszont az sem a teljes valóság. Az is csupán halvány és lebutított képmása annak a valóságnak, amely valamikor az idők kezdetén az Édenkertben uralkodott. Felolvasnék valamit a Bibliából, Ézsajás próféta könyvéből, amelyben utalást találunk arra, hogy milyen Isten országa, ahol a Krisztus uralkodik, ahol az a jellem, az a lélek, az a szellemiség uralkodik, amelyet Krisztus, az ártatlan bárány bemutatott számunkra. Ézsajás könyvének a 11. fejezetéből fogom olvasni, aminek az alcíme az, hogy a Messiás és az ő béke országa. Ez egy ugye jövendőlés, profécia a tökéletes ember eljöveteléről, ugye a tökéletes Ádámnak az eljöveteléről, akiről tudjuk jól, hogy nem más, mint a Krisztus Jézus, akiben Isten helyreállította, vagy megpróbálta helyreállítani az elrontott dolgokat. Felkínált az emberiség számára lehetőséget arra, hogy békét kössenek vele, ugye az élet szerzőivel, Istennel, a mindenhatóval, az univerzum teremtőivel. Azt mondatik Ézsajás próféta által, hogy és származik egy veszőszál Isai törzsökéből, és gyökereiből egy virágszál nevekedik.
akin az Úrnak lelke megnyugoszik. Bölcsességnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. És gyönyörködik az Úrnak félelmében, és hangsúlyozandó, és nem szemeinek látása szerint ítél, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik. Nagyon fontos. Akiről jövendől Ézsaiás proféta, az nem a fizikai szemeinek látása szerint ítél, és nem a fizikai, a földi, emberi füleinek hallása szerint bíráskodik. Nem az elbukott világ értékrendje szerint ítél, hanem a tökéletes értékrend szerint, a mennyei értékrend szerint, és arra veti az ő tekintetét, és arról beszél nekünk, és azt hirdeti számunkra, hogy akik felismerik abban a szintiszta igazságot, megmeneküljenek a világ börtönéből. Továbbá az mondatik róla, hogy igazságban ítéli a gyöngéket, és tökéletességben bíráskodik a föld szegényei felett. Megveri a földet szájának veszélyével, nem fizikai erővel, nem fizikai fegyverrel, hanem megítéli a földet az ő ajkainak veszélyével. Mert amit ő mondott, az atyától mondta, a tökéletességből beszélt, a mennyek országának, a királyától szólt, és ajkai lehével megöli a hitetlent. Nem fizikailag bíráskodik ő, hanem ő kijelenti a szintiszta igazságot, hogy mindenki hallja azt, és mindenki tudjon dönteni, hogy balra vagy jobbra megy. Ő nem csak az Isten országát hirdette, hanem a poklot is, hanem azt mondta, hogy az emberiség az ő kijelentései által választás elé van állítva. Mindenkinek fel van kínálva a lehetőség a tökéletességre, hogy megtapasztalja, bekerüljön Isten országába, teljesen megtisztulva, mint egy gyönyörű szép mennyasszony, ugye? Szép fehér ruhában. És fürdőzzön az Úristen által elképzelt élet örömében, örökkön örökké, ráadásul. Derekának övedzője az igazság lészen, és vesének övedzője a hűség. És most jönnek a jelképek, amelyekben azt sugallja a proféta, hogy a mennyek országában, a tökéletességben, az Édenkertben teljesen más az értékrend, mint amit mi tapasztalunk az elbukott világban, amelynek része az általunk ismert természet is. Ez a botrány, drága barátom, hogy a legtöbb ember idealizálja a természetet. Nagyon sokan ugye idealizálják és úgymond felnéznek a természeti népekre, hogy ők mindent jól csináltak. Hogyha mindent jól csináltak, miért pusztultak ki? Miért vesztek el? Miért ölettek meg? Miért mészároltattak le? Ez a kérdés. A természeti népek bár közelebb voltak Istennek az elképzeléséhez, ők sem jártak Isten országában, nem jártak tökéletességben, ők sem ismerték az Édent, ők is már el voltak bukva. Ami van a természetben most, az is az elbukott világnak a képe. Még a természet is
alkalmatlan arra, hogy bemutassa Isten országát, mert az is el van bukva, drága barátaim. De hallgassuk, hogy mit mond a próféta, mi mondatik a próféta által Isten országáról. És lakozik a farkas a báránnyal, és a párduc a kecskefiúval fekszik. A borjú és az oroszlánkölyök és a kövérbarom együtt lesznek, és egy kisgyermek őrzi azokat. A tehén és a medve legelnek, és együtt feküsznek fiaik. Az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik. És gyönyörködik a csecsszopó a viperák lyukánál, és a csecstől elválasztott, a baziliszkusz lyuka felett terjengeti kezét. Nem ártanak és nem pusztítnak sehol szentségemnek hegyén, mert teljes lészen a föld az Úr ismeretével, mint a vizek a tengert beborítják. Ezekben a sorokban látható, hogy valamelyest rávilágít, ugye, az Istentől szóló ember, az Istentől szóló lélek arra, hogy mi Isten országa. Isten országában nincsen ragadozás, nincsen versengés, nincsen versenyfutás a prédáért, nincsen félelem, az őzike nem fél, ma az őzike fél. Az erdőben az őzike mindentől fél, még a saját árnyékától is, nemhogy a farkastól. Ezért még az a természet is, amit mi látunk, hogyha egyáltalán látjuk, még van lehetőségünk arra, hogy lássuk valahol, még az is el van bukva, az is az elbukott világ része. Ezért igenis bálványimádás, idealizálás, idolizálás a természetnek az imádata. Ezért bukik el a minden olyan mozgalom, amely arról beszél, hogy vissza kell menni a természetbe, a földet túrni, meg minden. Hogy minden legyen bió, minden legyen ökó, minden legyen zöld. Mindössze emberi erőködés az egész, drága barátaim. Emberi erőködés az egész. Meddő emberi erőködés. Gyümölcstelen emberi erőködés. Volt alkalmam találkozni, megismerkedni olyan személyekkel, akik elhitték ezt a hazugságot, hogy ha visszamennek a természetbe, akkor jobb lesz és szebb lesz az ő életük, lesz békességük, és nem történt meg. Jött a betegség, jött a békétlenség, miért? Ökó, bió és zöld volt minden. Azért, mert maga a természet is el van bukva. Isten nem azt mondja nekünk, hogy kövessük a természetet. Mint ahogy a természeti népek tették, vagy teszik azt most is keleten, egyes népek. Közelebb állnak ugyan Isten tervéhez, de nincsenek benne. Nincsenek benne. Isten nem a természetet jelölte ki arra, hogy mi teljes szabadulást nyerjünk a fizikai elbukott világtól, hanem az Úr Jézus Krisztust, az ő fiát, akiben ő megjelentette az ő tökéletes tervét. Minket Isten nem egy jó életre hívott, bió életre, ökó életre. Természetbarát életre. Ezekkel nincsen baj, nagy valaki félreértsen. Nem ezzel van a baj, hogy valaki odafigyel arra, hogy mit eszik, mit fogyaszt. Bár nem az a lényeg. Jézus ezt mondta, nem az a lényeg. Úgyis az árnyékszékbe fog kerülni minden, amit megeszel. Nem az fog téged megrontani. Nem az viszel téged a kórházba. Hanem az, ami a szívedben, a lelkedben van. Ezt mondta a megváltó. De Isten nem arra hívott bennünket, hogy akkor most izomból fogjunk neki a város közepén, a vírus közepén, fogjunk neki a balkonon, a teraszon.
spenótot termeszteni? Nem erre hívott Isten, hanem tökéletességre. A tökéletességben mi történik? Jelképesen, képekben, ugye? Példabeszéddel. A tökéletességben az történik, amit mi nem is láttunk még itten a Földön. Lakozik a farkas a báránnyal, és a párduc a kecskefiúval fekszik. A borjú és az oroszlánkölyök és a kövérbarom együtt lesznek, és egy kisgyermek őrzi azokat. A tehén és a medve legelnek, és együtt feküsznek fiaik, az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik. És gyönyörködik a csecsszopó a viperák lyukánál, és a csecstől elválasztott, a baziliszkusz lyuka felett terjengeti kezét. Nem ártanak, és nem pusztítanak sehol szentségemnek hegyén, mert teljes lészen a föld Isten ismeretével, az igazság ismeretével, mint a vizek a tengert beborítják. Érthető, hogy az a természetnek a bálványozása, a vissza a természetben mozgalmak mind a hiába valóságot mutatják számunkra. A világ ura, a sátán ejteti velünk, hogy attól lesz nekünk lelki békénk, ha elkezdünk vissza, mesterségesen visszakanyarodni a természetbe, vissza a hegyekbe, a fák közé, mint a kőkorszaki emberek. Ez a sátán játszmája, drága barátaim. Lehet, hogy az ember egészségesebben fog élni, ugye, a földön, a földet túrva, dolgozva, mint én, vagy mint te, de nem fogja megismerni Isten országát, drága barátaim. Isten országa nem a természet. A természet el van bukva, ugyanúgy, mint mi. Nem épp annyira, mint mi talán. Kevésbé van elbukva. De el van bukva a mennyek országának halvány és nem valósághű megjelenítése a természet. Mellesleg, amit látunk a természetben, ugye az a körforgás, a pusztulás, ugye a természetben van pusztulás, van rothadás, van körforgás, a mennyek országában nincs ilyen, akik jártak a mennyben, akik kaptak látomásokat Isten országáról, tudják és elmondják, bizonságot tesznek arról, hogy amit Ézsaiás próféta mondott, igaz, szóról szóra. A mennyek országában nincsen pusztulás, nincsen körforgás, nincsen tavasz, nyár, ősz, tél, tavasz, nyár, ősz, tél, nincs ez a monoton körforgás, nincsen meg a mókuskerék Isten országában. Az elmének ezt nehéz elfogni, mert az elme egy életet töltött a hiába valóságban, az ismétlődések poklában, a hazugságban. Ezért senki nem értheti meg Isten országát, aki gyermekként nem tud válni, és aki gyermekként meg nem alázza magát a világ, az univerzum teremtője előtt, az ő kijelentése Jézus Krisztus előtt. Senki nem képes megérteni Isten országát. Mert az elme számára felfoghatatlan Isten országa. Olyan dolgokat készített elő a mindenható az ő gyermekei számára, akik a gyermekeivé lesznek az általa kijelölt út által, a Krisztus útja által, az ő beszédei által. Olyan dolgokat készített elő az ő gyermekei számára mindenható, amit emberi szem nem látott, emberi fül nem hallott, emberi szív föl nem foghatott. Értelemmel, csak az elmével, a szürke állománnyal nem tudjuk felfogni, mert a mi szürke állományunk is az elbukott világnak a része. A mi szürke állományunk
az elbukott világban tart bennünket? Pál azt mondja, változzatok el, tehát nem mérjétek magatokat a világhoz, se a természethez, se más emberekhez, se a Facebookhoz, se a világhálóhoz, se a rendszerekhez, se a kormányokhoz. Nekünk egy mércénk van, a tökéletesség, a Krisztus. Az mondatik, hogy változzatok el a ti elmétek megújulása által. Teljesen meg kell újuljunk, de ez embernek lehetetlen. Csak Istennek lehetséges. És annak, aki gyermekévé lett az élő Istennek, aki a Krisztust az ő életének urává tette, annak lehetséges. Mert felülről adatik az a hatalom, az az erő, az a bölcsesség, ami az embert átformálja teljes mértékben és megtisztítja, alkalmassá teszi Isten országának a meglátására. Ez itt mondatik az, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szíveddel, teljes elméddel, teljes lelkeddel, teljes erőddel, mindeneddel. Mert akkor be tud lépni az életedbe az élő Isten, az ő kijelentése, Krisztus. A Krisztus Jézus, aki nem csupán meghalt, hanem feltámadt, és most is él. Drága barátom, a valóságban még a természet sem természetes. Mi arra mondjuk, hogy természetes, ami igaz, ami tiszta. De az Isten valóságában az általunk ismert természet sem valóságos, nem természetes. Még az is el van bukva. Mindenkinek döntenie kell. Mindenki el fog érkezni arra pontra, ahol fel lesz téve számára határozottan a kérdés. Most is fel van téve a kérdés. Hogy melyiket választod? A vallásokat, a mozgalmakat, a rendszereket, az izmusokat, a természetet, a természetbálványozást, a napi imádatot, a holdi imádatot, a horoszkópokat, az asztrológiát, a teológiát, vagy az élő Isten fiát? Ez a kérdés. Nem kell semmilyen vallás, semmilyen rendszer, semmilyen izmus. Hallod a Krisztus szavát? Beszél hozzád a Krisztus? Vagy nem beszél hozzád a Krisztus? Mert ha beszél hozzád a Krisztus, megmenekültél. Mert az ő hangját követve eljutsz az örök életre. Őszintén bízom benne, hogy sikerült érthetően fogalmazni, hogy mi a különbség a valóság, Isten országa és a természet között. És hogy erőt és bátorságot tudsz meríteni, hogy feltedd azt a kérdést magadnak, hogy mi akadályoz abban, hogy teljes mértékben átadd az életet, az elmédet, a lelkedet, a szívedet az Úristen kijelentésének. Alárendeld azt a Krisztus Jézusnak. Isten áldjon!